Köszöntöm a Törzsasztal kedves nézőit, Szabóné Papemőke vagyok a Fitta Nyuka menü és süti bárból. Ez alkalommal egy mindenmentes receptet fogok bemutatni önöknek, ugyanis ez egy sós kréker receptje, amely csupán magvakból, mandulalisztből, kókuszolajból, paradicsomból és növényi tejből áll. Tehát ez a sütemény amellett, hogy megunhatatlan, vegán, gluténmentes és paleó is egyben. Az alapanyagaink nem zsírtalanított mandulaliszt, fontos, hogy ne zsírtalanított legyen, 200 g napraforgómag, 100 g szezámmag, 2 evőkanál, kb. 2-3 evőkanál lenmag, 2 evőkanál csiamag, 2 teáskanálnyi paradicsom vagy tengerisó és 150 g kókuszsír. A nedves összetevőkhöz tartozik még a növényi tej, ez körülbelül 1-1,5 deci. Fontos, hogyha összegyúrjuk a masszánkat, egy jól gyúrható tésztának, idézőjelben tésztának kell lennie, tehát hogyha szükséges, akkor adunk hozzá vizet. Elkészítjük a tésztánkat, idézőjelben tésztánkat. Először a száraz hozzávalókat keverjük össze. Hát nem zsírtalanított mandulaliszt, napraforgó, szezámmag, lenmag és a magas omega zsírtartalmú csiamag, paradicsom vagy tengeri só, semmilyen térfogatnövelőt, sütőport, élesztőt nem tartalmaz, tehát mint említettem, tényleg egy mindenmentes sós krékerről van szó. Nem szárad ki, tehát a magas zsírtartalmú mandulaliszt miatt nem szárad ki a sütemény, tehát nem muszáj elcsomagolni, nagyon sokáig eláll. És jöhetnek a nedves hozzávalók, körülbelül a 6 evőkanálnyi kókuszsír és a 100-150 ml rizstej, mandulatej. Tehát ez a sütemény semmilyen gabonafélét nem tartalmaz, így bátran kijelenthetjük, hogy egy paleó, vegán, paleó és gluténmentes. Alaposan összekeverjük. Fontos, hogy egy könnyen, jól gyúrható masszát kapjunk. Hogyha túl híg a tésztánk, akkor tehetünk hozzá még mandulalisztet, vagyis hogyha túl száraznak találjuk, akkor kevés vizet vagy növényi tejjel lazítjuk a tésztánkat. És mivel viszonylag egy ragacsos massza, két sütőpapír között fogom kinyújtani. És pogácsa szaggatóval majd kiszaggatjuk. Körülbelül 0,5 ml, 0,7 ml vastagságúra nyújtjuk a tésztát, kiszaggatjuk a formákat, majd a sütőpapírral bélelt sütőlemezre tesszük, és 180 fokon körülbelül 20-25 percig sütjük. Akkor van kész a sütemény, amikor már kissé megpirult. Ha ragacsos, ha ragad, akkor a sütő, a kis szaggató formánkat benedvesíthetjük. Spóroltunk a műsoridővel, időközben sütőbe tettem és 180 fokon 15-20 percig sütöttem. Elkészült a paleo vegán gluténmentes sós kréker. Jó étvágyat kívánok hozzá!